Mind a négy miniszterelnök helyettesi posztot nő tölti be a spanyol kormányban, miután Pedro Sánchez miniszterelnök átalakította kormányát. Sánchez a változás után hangsúlyozta, ezzel 55-ről 50-re csökkent kormányának átlagéletkora, a nők aránya pedig 63%-ra emelkedett a korábbi 40-ről. A kormány átalakítással a prioritások is változtak. Amint a járvány legrosszabb időszaka befejeződött, az új kormány legfontosabb feladata a gazdaság fellendítése és munkahelyek teremtése lesz, illetve annak a lehetőségnek a kiaknázása, amelyet az európai pénzügyi alapok kínálnak a gazdaság további modernizálására és megerősítésére. Ennek a modernizációnak és fellendülésnek pedig a fiatalok és a nők szempontjait előre sorolva zöldebbnek és a digitalizációt erősítőnek kell lennie, mondta Pedro Sánchez. Közben a spanyol külügyminiszter reagált azokra az aggodalmakra, hogy az újabb korlátozások kedvét szeghetik a turistáknak. A spanyol diplomácia vezetője szerint senkinek sem kell lemondania a tervezett utazását.